Sziasztok, Szabó Gervő vagyok, és durranjon ebben a brutális kánikulában is a karanténvlog, mert hogy egy picit megújultunk, hiszen lesz 7 bunkója rovat, és egy kicsit több furkót fogunk beletenni, mert hogy annyian vannak, hogy mindig kimarad egy-két balos, hiszen beszélgetni fogunk majd a Katáról és a balosoknak a reakcióiról, itt lesz egy kis jobbikos furkóság, természetesen a Momó is szerepet kap, és azért egy-két meglepetéssel is készülünk. Tartsatok ma is velünk! Hát újra itt vagyunk, és ami múlt héten elmaradt, beszéljünk egy kicsit a Katáról. Szia, Kata vagyok. Van még egy meg a rezsicsökkentésről. Mert gondolkodó emberek vagyunk, nyilvánvalóan élünk kritikával. Nem minden tetszik mindenkinek. Lehet erről beszélni, lehet kritizálni, lehet gondolkodni, na de attól ökölbe szorul a kezem, amikor a baloldal próbál meg jó emberkedni már megint. És ők, akik nem szavazták meg a Kata törvényt, most védik a katásokat, akik röhögtek, gúnyolódtak, szarnak, hülyeségnek, fosnak tartották, most ők védik szegény embereket. És akkor most emlékezzünk meg egy kicsit azokról, a Voltról, a Foodpandáról, akik több 100 millió forintos nyereséget szakítottak azzal, hogy az ételfutárokat, akiket nem őket kell bántani, az ételfutárokat, tulajdonképpen kihasználták. És most, hogy ez a kiskapu bezárul, na most óriási a fröccsögés. De miért nem mondjuk egy művészt, egy tanárt hoznak előre? Nem, ők az ételfutárokat. Ami a legnagyobb csimborasszó ennek az egész katás visszaélésnek. Na de hát ilyen a baloldal. Akkor nézzük inkább a rezsicsökkentést. Hiszen az is egy nagyon érdekes dolog. Emlékeztek rá, hogy Feri, Márki-Zay miket mondott? Mert hogy szerintük ez hülyeség, meg nem kell, meg hogy röhögtek rajta, meg gúnyolták, hogy ide bizony piaci ár kell. Aztán tessék, most meg védik, nagy szájjal. Na de hogy miket mondtak előtte? Hát erre van példa, az internet nem felejt, tudjátok. Micsoda ostobaság volt ez az annak idején így rezsit csökkenteni. Lehet rezsit csökkenteni, hogy ne lehetne. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Az áram lopására sok módszert ismerünk, de egy közös jellemzőjük van. Mindegyik hagy valamilyen felderíthető nyomot maga után. Hát erre nem tudok nem ideges lenni. Láttátok ezt a gúnyos, hombárfejű idiótát, aki még olyan cinikusan beszél, hogy ez valami hihetetlen, és most kimegy a tüntetésekre, és próbál valami politikai tőkét kovácsolni ebből, hát mennyire kretén. Na de valaki ezt már egyszer meg is csinálta. Ügyeskedett a gázzal, meg az árammal, emlékeztek? Feri volt, hát idézzük már fel. Lett lakossági gázáremelés? Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadó emelés, áfa emelés, járulékemelés és új adó. Akkor újra kérdezem tőle, lett lakossági gázáremelés? Gázáremelés. 30%-kal emelkedik a gáz, 10% fölött az áram lakossági ára. Nem lett lakossági gázáremelés. Látjátok, gyerekek, ez a jó a komcsikban, hogy akkora arcuk van, hogy nem veszik észre, hogy mikor lépik át az utolsó határt. Ők azok, akik védik a rezsicsökkentést. Hát erről már beszéltünk, hogy pont ők voltak azok, akik az egészre magasról szartak. Sőt, azt mondták, hogy a piaci árra van szükség. Ja, és ne felejtsük el, hogy kik voltak azok, akik 15-ször emelték a rezsiárakat. Hát persze, hogy Feriék voltak azok, és ők pofáznak most. Na de egyébként, ahogy mondtuk, gondolkodó emberek vagyunk. Kritikával lehet élni, kérdésekkel lehet élni. Hát persze, hogy rengeteg mindent meg lehet beszélni, de azért azt ne felejtsük el, hogy egész Európában tényleg csak nálunk vannak rezsivédelmi intézkedések, és ez nem popsinyalás, hanem egyszerűen tényleg így van. És most egyébként, amikor 36 forint per kilowatt az ár, és hogyha följebb mész, és az átlagfogyasztásnál többet fogsz fogyasztani, akkor 70 forintra megy föl, de nem 268-ra, mint egész Európában, mint ami a világpiaci ár. És ezt ne felejtsük el, mert ez nagyon fontos. A gáznál egy kicsit neccesebb a helyzet, hiszen ott 102 forint per köbméter az alapfogyasztásnál, viszont hogyha azt ugye túllépjük, akkor jön a 747, ami egy kicsit sok. De a világpiaci árnál, az 1020-nál még az is kevesebb, mint amit mások fizetnek. Ez ettől még tényleg gáz, és tényleg nagyon-nagyon rossz, de ne felejtsük el, könyörgöm, hogy mi van máshol, és hogy ez nem Magyarország hibája, hanem sajnos ebbe belecsúsztunk, és igen, föl lehet tenni a kérdéseket, hogy mi van akkor, hogyha egy család csak áramot használ. Őket akkor nagyon megszivatják? Igen, ez szerintem is kérdés. Mit lehet ezzel csinálni? De könyörgöm, ne felejtsük el, hogy a baloldal, mielőtt a háború kitört volna,
mielőtt bármiféle probléma lett volna, már akkor azt mondták, hogy nem kell a rezsicsökkentés, a világpiaci ára fontos, mert hogy a multikat kell kiszolgálni. Voltam már gazdag ember, és voltam már szegény ember, és én mindig az elsőt fogom választani! Na ha most ők, a Gyurcsányok, a Szabó Tímeák, a magyar baloldal ülne a nyakunkon, akkor mi lenne így, gyerekek? Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, mint mondunk, az nem igaz, mondja Gyurcsány Ferenc, majd kioktat bennünket erkölcsi kérdésekben. Nem érzik ezt mulatságosnak, tisztelt hölgyeim és uraim? Akkor hol tartanánk? Akkor már 10-szeres árak lennének. Úgyhogy szerintem amellett, hogy sok a kérdés, meg kell becsülni azt, hogy bizony itt még nem úgy tartunk, ahogy Nyugat-Európában, a hatalmas Kánaánban. Mert igen, tényleg, ahogy a kérdések felvetülnek, igen, jön a következő kérdés. Mi van akkor, hogyha egy hatalmas család él együtt, egy több generációs házban, egy mérővel, na akkor ők hogyan fognak fizetni? Igen, szerintem ezt érdemes majd végig gondolni, de azt, hogy ezek az emberek osszák itt az észt, akik amikor nem volt ilyen válság, nem volt háború, akkor is csődbe kergették az országot. Nem, ti fogjátok be a szátokat. Mi pedig próbáljunk meg valahogy okosan túlélni mindent, mert tényleg nagyon veszélyes helyzetben vagyunk, és áldjuk a jó Istent, hogy nincs a nyakunkon a bal oldal, mert akkor aztán baj lenne. Mondtam, hogy milyen jó, hogy a komcsik mindig megmutatják az igazi arcukat. Na és most elhoztuk nektek az új rovatunkat, a hét bunkóját, és egyébként itt ilyenkor nagyon nehéz választani, és hagyjuk is a régi leharcolt arcokat, mert hoztunk nektek valaki frisset, Geszti Pétert. Úgy hívják, hogy bunkó. Az elmúlt majd 4 évtizedben szinte örökké sikeresnek látszott a magát számtalan szerepben, műfajban, foglalkozásban kipróbáló Geszti Péter. 2002-ben kulcsszerepet vállalt az SZDSZ választási kampányában, hozzá köthető a lop-stop táblás kampány, ami azóta is aktuális, sőt, egyre aktuálisabb. Te csak mondtad. Az SZDSZ tűnt el. Igen. Az enyém lesz. Oh yes. Az enyém lesz. Tudjuk, hogy egy tehetséges srác, de azt is tudjuk, hogy a külkeres jól keres, mert hogy apuci bizony egyengedte a sorsát régi, jó, kiszes káderként, és ez a fiú, ez most a kata és a rezsi miatt siránkozott, először nézzük meg, aztán bizony beszéljünk erről a hangyás sűnről, mert nagyon idegesítő. Hey kata, itt hagytál a combos rezsivel. Azt a mindenit, most kezdem épp sajnálni. De inkább még engedjük egy kicsit kibontakozni. Mert rezsi csak hízik a fejemre nő, és különben is rezsi nem jó nő, sőt, rezsi nem is nő. De jó, logró, sobjába lavó! Felé hat, fogd be! És hogy mindenki értse ezek után, hogy miért Geszti Péter a hét bunkója, hát akkor tegyük hozzá, hogy ez a vernyogó, siránkozó, szerencsétlen ember, aki, ahogy mondtam, tényleg egy tehetséges művész, mondjuk ez a rész, amit most sikerült csinálni, hát ez egy igen silány munka, na de g***i azért tud ennél jobbat is. A kérdés, hogy is zárjuk az évet, ami engem illet 48%-os SZIA-val és 32%-os inflációval. Az SZIA-nak az a szép előnye van, hogy például folytatja a 48-as hagyományokat. Az infláció pedig remek alkalmat nyújt arra, hogy az ember egyre drágább környéken lakjon, anélkül, hogy akár csak egyszer is el kellett volna költöznie. Lett ezen kívül új Dunahidunk, és természetesen még újabb médiatörvényünk, még újabb, legeslegújabb minimálbérünk, valamint maximalizált nyugdíjkorhatárunk, ombudsmannunk, valamint konvertibilitásunk, és természetesen dúl a háború a határon, jenkibakák taszáron, azon kívül itt van még a bokros csomag, amely bizony két következménnyel is járt, az egyik az, hogy a divatból kiment a bajusz, még mielőtt megnőtt, a másik pedig, hogy lassan nem látjuk az áfától az erdőt. Viszont ez a vernyugás, ez a gusztustalan, katás, rezsis, nyáladzás, ami után egyébként jönnek, hogy gyerünk, Peti, gyere, veled vagyunk, meg igen, meg együtt. Na, akkor hét bunkója? Miért is? Azért, mert akár 100 milliókat is kereshetett a katával, a kis cégeivel a Geszti Péter, és itt jön a képbe, a kőkeres, jól keres. Emlékeztek erre? Mező Gábor cikkeit, hogyha olvastátok, akkor biztos láttátok, hogy Geszti Péter kedves édesapja, a jó kiszes káder a kisfiának is átmentette a kis pénzeket, és bizony ők ilyen ügyeskedésekkel csinálták. Néhány hónapra még el is tűnt a magyar mindennapok látóteréből.
Feleségével és két tinédzser lányával február közepén szép csendben az egzotikus Bali szigetére tette át a székhelyét. Baliról annyit, hogy körülbelül 11 ezer kilométerre található Magyarországtól, egy festői sziget Indonéziában, 3 kilométerre Jáva szigetétől, és rendkívül népszerű idegenforgalmi célpont. Ó, mennyi pénzük lehet? És most látjátok, hogy hol tartunk 2022-ben? A nagyarcú komcsi gyerek elkezd siránkozni, hogy bizony arcára nő a rezsi, az arca nőtt túl. Mert neki, aki 100 milliókat nyerészkedhet, inkább jobb, hogyha befogja a kis szájacskáját. Tudja. Pofa be! Jó. Van, aki még nem fogja be a száját, ő pedig Kálmán Olgika. Hát menjünk tovább a független és objektív történettel, mert most jön a lényeg. Hogyha tényleg fontosnak tartja a magyarok anyagi biztonságát, akkor az elmúlt hetekben miért nem emelte fel a szavát, tudván, hogy a további háborús szankciók óriási gazdasági károkat okoznak nem csak Magyarországnak, hanem egész Európának. Felélette önben a ténykereső újságíró, amikor azt mondták a pártársai, hogy mindenről, de mindenről Orbán Viktor tehet, hogy halkan hozzátegye, hogy Európa minden országában óriási az infláció. És hogy az energiaárak drasztikusan növekednek mindenhol Európában. Hogyha érdekli önt a magyarok megélhetése, akkor miért nem emelte fel a szavát akkor, amikor a baloldali pártok sóval hintették volna be a rezsicsökkentésnek még a hűlt helyét is. Amikor az ön párt elnöke azt mondta, hogy az egy hülyeség, mondván a rezsicsökkentésre, vagy amikor el akarták törölni a kampányban, és még a napokban is arról beszélnek, hogy nem lehet fenntartani az árkorlátozást, akkor hol volt Kálmán Olga képviselőasszony? Akkor hol volt? Hogyha fontosnak tartja a szociális szempontokat, akkor miért tűri szó nélkül, hogy a baloldali képviselők összesen 3200 milliárd forint értékű adó emelési javaslatot nyújtsanak be a jövő évi költségvetéshez? Remélem, nem csak én szórakoztam ilyen jól. Jó volt ez a meglepetés leoltás Olgikának, nem? És az a műmosoly, amikor nem tudott mit mondani. És hogyha megnézitek az egészet egy pár perc, akkor aztán kap még ott rendesen benne, annyi pofon van, amennyit csak lehetett összerakni. Na de hát nekünk ez pont elég volt. Viszont tegyünk különbséget, és akkor a végén majd megmondjuk, hogy ki volt a meggyőzőbb, mert hallgassuk már meg Olgikát is. Ő aztán igazán szépen fröccsögi vissza a gyurcsányféle gusztustalanságokat. Ahhoz képest, hogy a Magyarországot tönkretévő Orbán Viktor, ahogy mondtam, térdre ereszkedve könyörög a pénzért Brüsszelben, önök csupa olyat tesznek, amit nem kéne, és csak azt nem teszik meg, amit viszont kéne, hogy végre pénzhez jusson az önök miatt szenvedő ország. Brüsszel például kér korrupciómentességet, hogy az uniós pénzeket ne az Orbán család, a Pereputy tagjai, a gázszerelő cimbora és különböző oligarchák és oligarcha csoportok tagjai lopják szét. De ebben nem tesznek semmit. Ezt a kurvát! Láttad a csúnyi szemeit? Azt sem tudod megmondani, melyik! Azt a büdös mindenit. Valahogy olyan érzésem van, mintha egy ilyen házatlan, nyálkos, nyírkos csigát hallgatnék. Amit az Orbán kormány csinál, az nem más, mint pávatánc. Hazug szemfényvesztés. Úgyhogy visszakerültünk Olgikával a pöcegödör mélyébe, ahol bizony Gyurcsány Ferenc dagonyázik. Na de talán elég is volt ennyi ebből, mert hogy láttuk, hogy mit tudnak ezek a fiúk, úgyhogy menjünk tovább. Feri örökbecsű mondatával, mert a lényeg most. Látva az ország állapotát, azt kell, hogy mondjam, ellenzéknek lenni hazafias kötelezettség. Az ellenzékiség pedig elsősorban tett, cselekvés. És ha mégis beszéd, akkor okos beszéd, és nem locsogás. Igenis, elvtárs. Csak semmi locsogás. Mert hát olyat nem csinál a főnök. Vagy talán mégis. Hogy ez sem rám a, nem tudom, a terépcsecső. Ugyan? Cseréptető. Na, hát mekkora hülye vagyok. Nem vagy más, csak egy unalmas, alkoholista fasz. Nem maradt más hátra, mint hogy feltegyük a koronát a mai karanténra, és ebben pedig a Momentum van segítségünkre, és most nem is hallgatjuk a kretén hülyeségeiket, hanem mutatunk nektek egy képet. Mert most mi a fontos a Momentumnak? Hát mi más lenne, mint a Pride? És egyébként valószínűleg a jó emberkedés határa is úgy megállt már néhányaknál, mert az egyik feltétlen hívük, ahogy látjátok is, arról beszél, hogy bizony itt most már nem kéne foglalkozni annyit a melegekkel, az LMBTQ propagandával, mert hogy vannak komolyabb gondok is. Hát ezt én nem értem.
az LMBTQ jogok, a meleg jogok, azok csak akkor fontosak, amikor béke van. Hát amúgy meg nem kell rájuk figyelni. Hát milyen dolgok ezek? Ebből látszik, hogy mi ez a Momentum generáció, egy önző, tudatlan csapat. És tudjátok, mi jut eszembe erről? A nagy ukrán zászlósok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi történik a világban, mi történik a szomszédunkban. De jó emberkednek. Ők is jó emberkednek. Valószínűleg ez a két halmaz összeér. Aztán amikor egy kicsit már az ő bőrükre megy a vásár, de csak olyan szinten, hogy valamiért többet kell fizetni, akkor ezt halljuk népten nyomon, hogy jó, hát most már az ukránok miért nem mondják azt, hogy odaadnak két megyét az oroszoknak, csak legyen már béke, hogy meg tudja minni azt a rohadt szójelettét a fővárosban. Ők ezek, akik semmi mással nem foglalkoznak, csak hogy meglegyen a saját kényelmük, és semmi más ne történjen. Úgyhogy gyerekek, itt tart a Momentum generáció, tőlük kell távol tartani a gyerekeinket, mert ez nagyon gáz, nagyon-nagyon gáz. Mi pedig elköszönünk és találkozzunk jövő héten is, mert megint durran a karantén, megint lesz hét bunkója, és igyekszünk mindig valami kis újítást is belecsempészni, hogy együtt röhöghessünk és néha idegeskedhessünk ezeken a furkókon, és most egy örökbecsű, újabb örökbecsű mondatta, gondolat sorra fogunk elköszönni, mert hogy láthatóan a Jobbik végre megtalálta magát, a konzervatív nemzeti párt. Ilyen gondolataik vannak, mint amit Brenner mester mutat most meg nektek, úgyhogy ezzel köszönünk el tőletek, jövő héten találkozunk, sziasztok! Mai sajtótájékoztatom címe: a rezsicsökkentés eltörlésével együtt bukott meg Novák Katalin. Ászta kurva jelölve!